Sziasztok! Emma Alex vagyok, és szeretném nektek bemutatni, hogyan éltem egy évvel ezelőtt. Hát majdnem két évig nekem egy sátor volt a lakhatásom, onnan jártam dolgozni, ilyesmi. Az tény, a másfél év alatt három sátrat megettem, idézőjelesen, szóval három sátor ment tönkre, a harmadik nem ment tönkre, de kettő sátor tönkre ment ennyi idő alatt. Kell tudni, egy ilyen sátor főleg nyára van tervezve, vagy hogy az ember elmegy ősszel, vagy tavasszal egy rövid kempingre, akkor kibírja a rövid ideig azt a mínuszfokokat. Hát nekem ugyanennek a sátornak a testvére fel volt állítva mínusz 15-be is, és sem baja nem volt. Tény, a 4 hónap után megadta magát a cipzárja, és az anyaga is elgyengült annyira, hogy így lehetett tépni, mint a papírt. Tehát ennek még jó erős, ez is nem lett kidobva, meg hát sose tudhatjuk. Című történet. No, mutassuk is meg, miből áll egy sátor. Ez itt egy kis előtér, ide lehet rakni a papucsot. Ezt én most begyűröm, én általában ide beraktam, mert nem, ennek már elhagytam a gombját. Akkor itt van ez. Ez már belső rész. Miniatűr szúnyoghálló. Na, én sem tudok beszélni. Na, mutatom is nektek, hogy pontosan miről. Berendeztem úgy a lakókocsit, a lakósátramat, úgy, ahogy annó volt. Ugyebár nekem alapból két darab hálózsákon minimum ki volt ide rakva. Ez egy Everest márkájú, ezt úgy találtam egy turiba, meg nem tudtam volna venni, mert említek, nagyon drága. Ez 0,5 fokig komfortos. Ez meg aztán mínusz 5-ig komfortos, ha jól emlékszem. Ez meg egy dekatlanos hálózsák. És alatta jól látható, olyan polifon volt akkoriban is. Itt van a tartalék takarom, ezt úgy kaptam annó adományba. Ott van a túrahátizsákom, amiben pakoltam mindig a cuccaimat. Itt vannak a ruháim. Na, itt van az, ami a fejem mellett volt mindig. Lehet látni, itt van minden. Bicska, lámpa, minden. Bocsánat. Yes. Na. Ez a horgászlámpának a távirányítója, mindjárt nem is mutatok kamerán, hogy hol van. Ott volt mindig fönt, és akkor lehet látni, hogyha a kamera rázumolna. Na. Bekapcsolom. Tudom állítani a színmérsékletet. Ezt is lehet zseblámpaként használni. Mágneses. Fémlap van a túloldalon, amire rá van mágneselve. És így maradt fent a sátoron. Így nem esik le. Nem fejelem le. Na. Főzésapparátus, azt mondták, hogy ez egy NDK-s, szerintem nem, de eléggé retro. Gázfőző. Itt van a főző cuccom. Ebbe főztem nagyon sokat. De akkor nézzük. Egy konyharony mindig volt nálam. És itt van a hogyha itt bent tettem, már pedig amikor legtöbbször itt bent főztem, akkor ez volt a főző alatt is, hogy stabilan álljon. És látjátok, sokkal stabilabb, mint hogyha önmagában ráraknám az anyagra. Nem billenés veszélyes, mert én bent csináltam a zacskós levest mindig. Ja. Ez a főzős. Ugyebár lehet látni, ez nem reklám. Én mindig ezt szoktam enni. Én nekem 3 alap étkem van, amit megeszek. Azt hiszem állandóan. Zacskós leves, többfajta márkát. Sárga borsó, csilisbab, és hát még a lencse, amit megeszek, azt ennyi. Nem is eszek nagyon kenyeret. Egy lámpa, 2 lámpa, ezek mindig velem voltak. Egy Victorinox Multitool. Volt egy ledörmenem is, de sajnos elhagytam sok eszemmel.
Na most félkézzel elég nehéz lenne kinyitnom, de szerintem ki tudom, ha akarom. Ugye ez egy multis fogós bicska, bocsánat a rázkódásért. Így né. Van benne minden, mint a búcsúba. Félkézzel is be lehet csukni, ahogy van. Csak vigyázni kell, ne csapjuk rá a kezünkre. Ez a nyár. Ennyi. Akkor, amivel főleg fát szoktam, azt kell tudni, hogy télen azért ott a földút, ahol járok, ott eléggé sarasodik, és ezzel a késsel már eléggé ki van az éle, lehet látni. Ezzel a késsel faragtam, meg vágtam ki magamnak, most nem kellett kivágnom, mert találtam a földön igazából, egy elég egyenes ilyen túrabotszerűséget, itt a fűrész, csak nem tudom kinyitni félkézzel. Túrabotszerűséget. És annyi a lényeg, hogy én így voltam ebbe. Volt egy felfújatos párnám is itt benne, de most azt nem hoztam ki, de minden mást ugye vár kihoztam. Kulacsról annyit kell tudni, nem ez a fajta kulacs volt akkoriban nálam, hanem egy sima dekatlonos, az mai napig megvan. Azt például úgy tartottam melegen, hogy ne fagyjon meg, ne legyen jég belőle, hogy beraktam magammal a hálózsákba. Így ezáltal nem fagyott meg. Egy kis bushcraft, ahogy szokták mondani. Ugyebár a ruháimat általában ismerősöm elvitte kimosni, ezért nem volt gond a mosással. Lehet látni. De akkoriban is már volt ez a mini mosógépem, az előző, és a Jackeryről, akiről most működik a kis ventilátor, ugyanúgy működik a történet. Engem ez hűtött nyáron, mert volt olyan, hogy ugyebár nyáron is ebbe laktam. Na ez a videó ennyi volt, gyerekek. Ha van kérdés, esetleg kíváncsiak vagytok még részletesebben egy-két dologra, akkor lehet, hogy még csinálok róla videót. Ja, még miért elfelejtem. Mindig volt nálam egy EDC csomag, azt majd külön be fogom mutatni, mi volt az EDC-be, és mindig volt nálam egy elsősegély csomag. Higgyétek el, nem hülyeség, az elsősegély csomag mindenkinek kell. Az, aki nem hord magával, és mondjuk kénytelen ebbe az élethelyzetbe élni, amiben én éltem egy másfél éven keresztül, az, hogyha nem fertőtlenül, nem izé elfertőződik kint a természetben, nem tudják megoldani neked, hogy ne fertőződjön el, ha nem hordasz magaddal se betadint, se az olcsóbbikat, a kézfertőtlenítőt, meg még kézfertőtlenítővel is lehet fertőtleníteni, ha muszáj. Vagy sóval, mint a régen a második világháborúban. Ez a videó ennyi volt, én Alex voltam, légy szíves lájkoljatok, légy szíves iratkozzatok föl, ha minél több tartalmat csinálhassak, hogy minél minőségebben. Amint megvan az 1000 feliratkozom, ígérem, lesz olyan kamerám, ami tényleg minőségen különbséget fog adni. Lesznek olyan tartalmak, amikre azt mondjátok, hogy wow, ez tényleg jó volt. Meg hát lesznek tesztelési lehetőségeim. Én azt szeretném, hogy ezt a YouTube csatornát legalább annyira felpörgetni, hogy tudjam csinálni a munkám mellett. Ennyi. Hogy én is élvezzem, ti is élvezzétek a videókat, amiket csinálok. Valamilyen szinten a kütyüket, amiket megveszek, vagy ilyen kiegészítő eszközöket, ezeket ugye mind pénzbe kerül, és valamit ki tudok fizetni, valamit nem. Alex voltam, sziasztok!